Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Varró István szakiskolai szakközépiskolában. Egy nagyon szép elismerést kapott az iskola, erről beszélgetünk Buhányi Urbán Katalin igazgatóasszonnyal. Mit is kaptak pontosan? Az önkéntesség világnapja alkalmából dr. Hoffmann Rózsa államtitkárasszony azoknak az iskoláknak, akik az önkéntességben részt vesznek, egy elismerő oklevelet adott át. Olvassuk fel, hiszen szép a szövege is az oklevél. Az iskolai közösségi szolgálat keretében nyújtott kiemelkedően kezdeményező és aktív szerepvállalásért, az iskola tanulóinak példamutató segítőkészségéért a Varró István szakiskola, szakközépiskola és kollégium pedagógusait és diákjait államtitkári elismerésben részesítem. Gratulálunk ehhez az elismeréshez. Azt gondolom, hogy sok munka van e mögött. Hogyan is fogadták önök ezt, és hogyan fogadták a diákok, akiknek részt kell venni ebben a munkában? Először is köszönöm szépen az elismerő szavakat. Azt kell, hogy mondjam, hogy meglepetésként ért bennünket ez az elismerés, ugyanis az előzmény ennek az oklevél, elismerő oklevél átadásának az volt, hogy az államtitkárság bekérte az iskoláktól azoknak a tanulóknak a létszámát, akik az érettségi vizsgához előírt közösségi szolgálat teljesítésében részt vesznek. Leadtuk ezt a létszámot a mi iskolánkban a közösségi szolgálatra kötelezett tanulók közül, majdnem mindenki egy tanuló kivételével megkezdte a teljesítését, leadtuk ezt a létszámot, és teljesen váratlanul ért bennünket a meghívás, hogy elismerő oklevél átadására a minisztériumban jelenjünk meg. Tehát akkor jó volt a fogadtatás az iskola és a diákok részéről is. Gondolom, hogy azért ehhez kell egy pedagógus, aki ezt koordinálja, hiszen itt az előbb beszéltük, hogy nem egy helyen, hanem több intézményben hajtják végre a gyerekek ezt a feladatot. Így van, tehát kell egy tanár, aki ezt a feladatot összefogja, és azt gondolom, hogy kell ehhez egy kicsit több is az, hogy az iskola és a diákok, pedagógusok egyetértsenek ebben a közösségi szolgálat szükségességével. Én azt gondolom, hogy az államtitkári elismerés az nem csak a munka elismerése, hanem egy ösztönzés is arra, hogy az iskolák vegyék komolyan ezt a feladatot. Államtitkár azt mondja, hogy gondolom, hogy nagyon elkötelezett amellett, hogy a diákok megtanulják a középiskolai éveik alatt azt, hogy nagyon jó érzés önkéntesen és minden várható fizetség nélkül is segíteni. Mi maximálisan támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy szükséges és nagyon szép feladat, ezért is bíztuk meg Vargán Églac Júlia tanárnőt avval, hogy fogja össze az iskolában a közösségi szolgálat koordinálását, és ő óriási lelkesedéssel a diákokkal együtt nekilátott ennek a feladatnak, és ilyen szinten teljesítették, hogy ebben az elismerésben részesülhettünk. És hol teljesítik a diákok, hiszen több helyen vannak jelen, itt az előbb már elmondtam. A közösségi szolgálat teljesítését úgy próbáljuk megszervezni, hogy a tanulók saját lakhelyükön tudják megvalósítani. A diákjaink jó része Karcagi, de azért van olyan diákunk, aki szerepen teljesíti egy óvodában a közösségi szolgálati feladatokat. Itt Karcagon a Dériné Művelődési Központtal van együttműködési megállapodásunk. Az idősek napközi otthonában segítenek a diákok. Általános iskolában, az óvodákban vesznek részt különböző feladatok ellátásában, és van olyan tanuló, aki az állatmen helyett választotta a feladat teljesítéséből. Akkor tényleg sok rétű a feladat, és körülbelül hány óránál tartanak, hiszen azért van idő, nem egy év alatt kell az 50 órát teljesíteni. Nem, mi azt tűztük ki célul, hogy két tanévben, a 10. és 11. tanévben szerezzék meg az 50 órát. Van tanulónk, aki már mind az 50 órát teljesítette, de egy olyan 15-20 óra körül tartanak a tanulók. Mi nagyon fontos célnak tartjuk, és magának a programnak is célja az, hogy amiután a tanulók teljesítették az 50 órát, akkor ne felejtsék el, hanem tartsák a kapcsolatot. Tehát, hogy minél hosszabb távú együttműködés legyen ez, és erre biztatjuk a tanulóinkat, hogy ezért járjanak vissza, de így is van, szívesen mennek, és szívesen csinálják ezeket a feladatokat. Én akkor azt kell, hogy sok hasonló elismerést kapjanak még, és legyen sikeres a következő tanévben is, és még a hátra lévő hónapokban is ez az önkéntesség munka ebben az iskolában. Köszönjük szépen, és bízom benne, hogy így lesz. Az elismerés mire Rajmond vett át? Mit éreztél, amikor kiszólították az iskolát, és kimentél átvenni ezt a szép elismerést?
megtisztelőnek éreztem, hogy átvehettem, és hogy engem választottak, hogy felvigyenek Pestre. És te mit szóltál ahhoz, amikor kiderült szeptemberben, hogy közösségi szolgálatot kell végeznetek? Ez számodra természetes volt? Hát egy kicsit megdöbbentem, de utána meg megnyugodtam, mert jól éreztem magam, meg minden jól sikerült. Tehát akkor te választhattad ki, hogy hova szeretnél menni, hol teljesítetted ezeket a feladatokat? Hát a Dérénél Kulturális Intézetbe, meg a sportcsarnokba is, meg a otthon a mi falunkba, az óvodába teljesítettem még. Akkor te nem karcagi vagy, hol volt ez a mi falunk? Szerepen lakok, 32 kilométerre Karcagtól, és kollégista vagyok. És egyáltalán mit szóltál, amikor bementél az óviba, hiszen azért gondolom nem sűrűn jársz óvodába, a sportcsarnokban vagy egy kulturális központban azért sűrűbben. Milyen volt először bemenni az óvodába? Hát nem izgultam annyira, mert anyukám az ott dolgozik, meg a húgom is már oda jár, és sűrűn szoktam oda menni. Meg hogy így nem volt olyan nehéz dolgokat, nem kellett olyan nehéz dolgokat csinálni se. És mit érzel, mit adott ez neked pluszban, hogy neked most ilyen feladatot kellett teljesíteni? Hát tapasztalatot, hogy hogyan kell mondjuk gyereket nevelni, vagy valami. És beszélgettetek erről, hogy kinek milyenek a tapasztalatai, hogy érezte ott magát, és megbeszéltétek, aki esetleg, hiszen tudom, hogy többen voltatok óvodában, picit erről is beszélgettetek, vagy inkább arról, hogy ki mikor megy és hova? Hát beszélgettünk ezekről, hogy mikor mennek, meg hogy milyen tapasztalatot szereztek. Néha-néha felhozódik ez a téma. És akkor neked hány órád van ebben eddig a fél évben? Hát olyan 20 óra körül még csak, mert hogy nem tudok nagyon sűrű járni az óvodába, mert itt vagyok Karcagon. Azt majd csak szerintem majd a nyári szünetben tudom majd teljesíteni a többit. Én azt kívánom, hogy akkor legyen még meg a következő hiányzó 30 órán is, és lehet, hogy esetleg a pályaválasztásodban is befolyásol majd ez az önkéntesség. Köszönöm szépen, hát lehet, vagyis remélem, hogy jól fog sikerülni. Deme Anikóval beszélgetünk, hiszen te már teljesítetted az 50 órát. Hol teljesítetted? Püspök Ladány Magyar Ifjúsági Házban teljesítettem. És miért ezt választottad? Hát gondolom a Ladányt azért, mert odavalósi vagy, de mondjuk miért pont egy intézményben? Így korombeli fiatalokkal végeztem el, és egykorú fiataloknak csináltunk programokat, és ez így pont jól jött. Akkor mondhatjuk azt, hogy egy picit szórakozva dolgoztál, és milyen jellegűek voltak ezek a feladatok, és egyáltalán mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy ezt neked most teljesíteni kell? Hát én örültem nekik, ladánynyarokkal csináltunk programokat, akik voltak sztárvendégek, velük is beszélhettünk, találkozhattunk, ez nekem így jól jött. A plusz élményekhez is jutottál, és folytatni fogod, hiszen neked már nem kötelező, de gondolom akkor így, hogy elmondtad, hogy szereted ezeket a programokat, folytatni fogod továbbra is. Hát tervekben van. És esetleg a pályaválasztásodban is segíteni fog ez, vagy mit jelentett neked ez a idézőjelbe téve kötelező munka? Hát lehetne róla szó, de még nem tudom pontosan. És emlékszel az első napodra, amikor először mentél, hogy az milyen érzés volt? Ismerősök közé mentem, és így teljesen olyan volt, mintha visszamentem volna, már jártam volna ott. És akkor ez nem volt terhes számodra? Nem, egyáltalán nem. Akkor reméljük, hogy a pályaválasztásodat is segítette. Én gratulálok ahhoz, hogy már az 50 órád megvan, és akkor látogass továbbra is az intézményt, önkéntesként is, és akkor esetleg a tapasztalatot hozd meg a többiekkel. Reméljük, így lesz, köszönöm.